zenévonat érkezik Kunszentmiklóstás felől a negyedik vágányra, és indul tovább Budapest keleti pályaudvarra. Kérjük a vágány mellett vigyázzanak! Fészesen közeledett a 150-es vonal teljes lezárása. Egészen konkrétan 3 nap volt még hátra a régi vonal üzeméből. Ekkor már csak Budapest és Délegyháza között jártak a vonatok. A vonal felső szakaszának utolsó 3 hónapja azonban igen mozgalmasra sikeredett. Ugyanis miután február 1-én lezárták Kószentmiklós Takstól délre az egész vonalat, a felső szakaszon lehetőség nyílt sűrítő vonatok közlekedtetésére a délutáni csúcsban is. Ezek voltak a G25-ösök. Nem álltak meg Soroksári úton, és nem álltak meg Soroksáron sem. Így a délutáni csúcsban elég sűrűre sikeredett a személyvonati közlekedés. Azaz az utolsó napokban remekül lehetett személyvonatokat filmezni, igaz, tehervonatok megmutatóban sem akadtak, hiszen nem tudtak volna hova menni. Márha persze sűrűnek tartjuk a félórás ütemet, de az is igaz, hogy a korábbi egyórás ütemhez képest eszméletlen sűrítést jelentett, hogy voltak fél órán két vonatok. Ráadásul az utolsó hónapokban igen gyakran bekerült a Fordába egy-egy kisz, nem kis felüldülést jelentve a flörtök monotóniájában, amelyet addig csak a csikosingák és az utolsó 3 oldalban a Somu jelenlét tört meg. Ez a kisz például Dunaharaszti felé robogott, Soroksár és Dunaharaszti között, Dunaharaszti határúti átjárón haladt át, ahol az autó áll. Szintén Dunaharaszti határúti átjárón állunk. Egyébként a február 1-től április 30-áig tartó sűrítés nem kis utas növekedést is hozott a vonalra. Kár, hogy utána egyszer csak elvágták, mint a sose lett volna. És február 1-től április 30-ig délutánonként hétköznap a Samu 2 délegyházi kanyarra beugrott a Fordába. Itt éppen az első kanyarjában érkezik lefelé, Dunaharasztiba a 37-16-os számú vonattal. Itt egy megállóval lejjebb Dunaharaszti alsó megállóerő indul, szintén a 37-16-ossal. Samu 37-16, 37-53, 37-46 és 37-21-es számú vonatokkal csinálta a 2 délegyházi kanyarját. Itt a KISZ érkezik Délegyháza felől Dunaharaszti megállóhelyre. Ezt a felvételt a kisebbik csemetém csinálta.
ugyanezt a vonatot én Dunaharaszti alsó megállóhelyen firmeztem. Itt érkezik déli irányból a Kissa páratlan számú vonatja. Pedig már Soroksár állomás. Mostantól gyakran lesznek dupla snittek, az egyiket mindig én, a másikat pedig mindig a kisebb csemete csinálta. Kis Soroksáron, mindennapos látvány. Ott jön a izgi. Ja nem. G25-ös halad délfelé, Soroksáron az utolsóként megérkezett 123-as flirtel. Egyébként az emeletes vonat nagyon bejött a helyieknek, sokan csak azért jöttek el, hogy utazhassanak rajta, és helyi csoportokban gyakran kérdezgették, hogy kint van ma az emeletes vonat? Mikor jön? Tudunk rajta utazni? Meddig van? Szóval volt népszerűsége bőven. Azért, mint a felvételeken is láthatjátok, a 150-es vonalnak a maga elmaradottságával együtt volt egy sajátos bája, egy sajátos hangulata, ami az átépítéssel természetesen elveszett. A régi 150-es utolsó napjaiban járunk. No, erre mondom, hogy az utolsó időszak nagyon izgalmas volt a 150-es régi vonal történetében, mert lehetett flörtöt, kiszt, samut és fecskeingát is filmezni. Igaz, nem volt tehervonat, de a személyvonati fordulók olyan változatosak voltak, hogy nem unatkozott az ember. Ez a rövid. Az imént beérkezett vonat Soroksáron, ezúttal a csemete kamerájának a szemszögéből. Ő az első vágány mellett állt a betonon. Itt pedig már Taksony állomás, ahol szintén egy vonatkeresztet látható. Ugye a fél órás követés miatt
Taksonyban és Soroksáron is kereszteztek egymáson a személyvonatok, legalábbis menetrend szerint. Aztán utána, ahogy sikerült. Ugye minden átépítésre jellemző, hogy nagyon változnak a vágányképek, általában kevesebb vágány lesz, általában lesz egy nagy széles középperon, aluljáró rendszerrel, és ez Taksonyban sincs máshogyan, aluljáró épült, és középperon épült, és kevesebb vágány is lesz, de itt még legalább a fákat meghagyták. Ugye szintén a taksonyi vonatkeresztet látjuk ugyanazt, csak a csemete kamerájának a szemszögéből, az első vágány mellől. Az időjárás egyébként borzasztóan nem volt hozzá kegyes. Elején csak borult idő volt, ami mondjuk a filmezés szempontjából nem baj, hiszen nincs ellenfény. Aztán elkezdett fújni a szél, mert elkezdett csöpörögni az eső is. A végére pedig zuhogott. Finoman szólva, rommáztunk aznap délután. De megérte. Taksony állomás kezdőponti váltókörzeténél állunk, és az óva esőbe próbálunk valamit alkotni. Jön Dunaharaszti felől a páros számú vonat, szóló flirtel. Szurkolni kellett nagyon, hogy az eső a kamera lencséjét ne koszolja össze, mert akkor nem látnátok semmit, de szerencsére itt nem volt azért akkora szél. Flirt bejár az állomás második vágányára, az állomás harmadik vágányán pedig a 3753-as szám vonattal már ott várakozik a SAMU. Ugye azt kell tudni a SAMU fordájáról, hogy míg a legtöbb vonat érkezett Délegyházára és indult vissza, a SAMU mindig megállt és volt ott legalább egy órája körülbelül. Valamiért ilyen kímélő fordába tették. De azért jól mutat itt Taksonyban, hogy jön a két motorral. A BVMOT 001 és a BVMOT 003, vagy ahogy ma nevezzük, 434, 001 és 003-as egységek. Ez a jelenet már Dunavarsány határában készült. A Flirt Délegyháza felé rohangászik. Itt pedig Dunaharaszti alsó és Taksony között vagyunk félúton. Páros szám vonat érkezik. Felvételen, mikor épp nem beszélek, remekül hallható, hogy az ernyőn kopog az eső. Itt egyébként konkrétan már zuhogott. A SAMU közeledik ugyanazon a helyszínen, tehát Dunaharaszti alsó és Taksony között, ezúttal a 3746-os számú vonattal.
ugyanezt a jelenetet a kisebbik csemete is megcsinálta, egy picit más szemszögből. Itt egyébként már autóval voltunk, de ennek ellenére azért sikerült romáznunk. Az eső szakadt, szakadt és szakadt. Azért a mozdonyvezető kollégák közül sokan nem értették, hogy milyen nagyon érdekes menetben, amit az ember szakadó esőben is kiélezhet. Hát, mára már tudjuk. Egyébként ezen a helyszínen azért forgattunk ennyit, mert korábban ezen a szakaszon semmiféle felvételem nincs vonatokról. Úgyhogy úgy is mondhatjuk, hogy az utolsó pillanatban próbáltam kimaxolni ezt az ívet itt Taksony és Dunaharaszti alsó között félúton. Dunaharaszti alsó megállóhelynél állunk a peronon, és érkezik Dunaharasztiból páros számú vonat Délegyháza felé. Az eső változatlanul esik. Ugye bal oldalt már láthatóak a Wagenzeli tájékoztató lábon álló táblái, amelyben közlik a lakossággal, hogy vonat nem soha. Jön az a vonat szintén a kisebbik csemete felvételén a másik oldalról. Dunaharaszti alsó megállója egyébként a lakosság szempontjából nagyon jó helyen van, közúton való megközelíthetőség szempontjából már nem annyira. Úgy is mondhatnak, hogy autóval remekül oda lehet menni, de pótlóbusz ide nem nagyon szokott betérni, alkalmas út nem nagyon van, amin ide egy nagyobb kapacitású autóbusz be tudna jönni. Már úgy normálisan. Ez is egy bevett szokás Harasztiban, főleg itt az alsó megállóhelyen, ahogy mondják, a kis megállóhelyen, hogy a elhaladó vonat után a pályán gyalogolnak az utasok céljuk felé, mert kiépített járda arra felé nem nagyon van. És még mindig Dunaharaszti alsónál járunk, jobbra látható a helyi járatnak a kis busza, és érkezik a páratlan számú vonat. A
azért itt a felvétel előterében az is bőven látszik, hogy itt van a másik vágány teljes helye. Ezt igazából le kellett döngölni, el kellett egyengetni és rá kellett építeni az új pályát. Még mindig haraszti alsó, ugyanaz a vonat a csemete kameráján. Na basszus, lebuktam, ott filmezek bal oldalt. Jobb oldalt pedig a vágányzári tájékoztató táblák. Igaz, ők nem filmeznek, de azóta is ott vannak. Taksony végponti váltó körzeténél járunk. Az előttünk lévő vágány a második vágány folytatásaként régen a Taksonyi évre vezetett ki. A Taksonyi év csonkája egyébként egészen az átépítésig megvolt. 2023. január közepén bontották el. Ha nem az utolsó napokról lett volna szó, biztos nem vágok be ennyi dupla snittet. De pár nap múlva már nem volt esélyem ilyeneket megörökíteni. Még mindig Taksony végponti váltók körzeténél vagyunk, és az előttünk lévő vágány bizony-bizony a Hév vágánya volt. Legalábbis amíg közlekedett. Magát a vágányt egyébként a 90-es évek közepéig talán még használták, erre vonatkozó adatok vannak, talán fényképek is, de nagyon-nagyon ritkán, egyre ritkábban, és aztán a 98-as Taksonyi Dunahíd átépítésekor a vonal többi részét felszedték, és ez a csonkavágány maradt belőle összesen. Közben pedig páros számú vonat járt a Taksony állomás második vágányáról Dunavarsány felé. Ezúttal a csemete állt jobb helyen. Az a hely, ahonnan ez a felvétel készült, pár hónappal korábban még egy erdő volt. Igaz, a 97-es felvételemben meg megint ilyen pusztaság, de a természet már csak ilyen. Szóval ezt a felvételt pár hónappal korábban innen elkészíteni nem lehetett volna. Most viszont... Hát, nagyjából ennyi. Az utolsó három napon már nem készült felvétel, csak az utolsó estén. Azt pedig ide belinkelem nektek, ajánlónak, fölülre.